Üdvözlök mindenkit, Nekrokrém vagyok. Emlékszem, mikor még kölyök voltam, és a haverjaim jöttek és Hogy gyere, gyere, menjünk, találtunk valami új játékot. Itt ebbe a, a kossamba menjünk, menjünk, van a de jó, van, van, jó, menjünk. És elmentünk a játékba, és íme megtaláltuk azt a játékautomatát, amire rá volt írva, hogy Mortal Kombat. Hát mi a jó Isten ez? El is kezdtünk játszani kőkeményen, és felfedeztünk valami nagyszerűt, ami után az következett, hogy minden nap egy jó adagnyi időt ott töltöttünk, legalábbis addig, ameddig ki nem futottunk az apró pénzből. Elképesztően jól szórokoztunk. Egy-két haverom hihetetlenül jól megtanult játszani a játékgépen a Mortal Kombattal. És attól a ponttól kezdve egy új éra köszöntött be, és eljött mondhatni, hogy a verekedős játékoknak a korszaka. Nem ez volt az első, a Street Fighter, Street Fighter az már volt előtte is. És a Mortal Kombat nagyon-nagyon betört a piacra. Többet tudott hozni, mint akkor a Street Fighter, pedig azért az se volt kutyajáték, és mondhatni, hogy nagyon-nagyon előre haladott grafikája volt még a Street Fighternek, viszont a Mortal Kombatban rejtett gomnyomások voltak, ilyen rejtett mozdulatok voltak, amit csak speciális gomnyomások révén lehetett előhozni, és ez nagyon-nagyon megragadta a játékosokat világszerte, ugye, és emiatt hírt, hihetetlen népszerűségnek kezdett a, a Mortal Kombat. Ez természetesen még nem minden, és utána ugye jött a film, az első rész, 95-ben, 97-ben a második rész, majd utána a sorozat, és utána volt egy YouTube sorozat is, nem tudom, hogy tudjátok, hogy Michael J. White játszott benne, egy ilyen kis apró ilyen voltak, mindegyiket végignéztem. Mortal Kombat őrület tört ki nálam is, és mint sok mindenkinél. Ennek ellenére a videójátékot magát mindig csak úgy távolról ö, követtem, sose egy, egy adott pont után ö, legalábbis, már csak úgy távolról követtem. Nem voltunk gazdagok, nem engedhettem meg magamnak egy számítógépet, nem engedhettünk meg. Így aztán ugye, ahogy jöttek az újabbnál újabb Mortal Kombatok, -ok, így csak... Hogy is mondjam, hírekben tudtam követni a játékot, de ugye a szerelmem mindig is megmaradt. A filmek maguk. Öm, hát a napokban végignéztem. Megjelent, ugye most a Mortal már 11 muszáj volt megnéznem végig mind a két filmet. Elképesztően... Öm, vicces visszanézni, de amikor néztem már, mennyi idős 7-8 éves, annyira hitelesnek tűnt az egész, és annyira jó harcművészek és jó harcművészeti jelenetek voltak benne, egyszerűen elképesztő volt, de így visszanézve, idős fejjel, Nekroné ült mellettem, és sírt a röhögéstől. Tehát nagyon-nagyon-nagyon, de hát muszáj volt, mert az ő életéből kimaradt a mortákom. tehát azt nem hagyhatom, hogy aki életéből kimaradja a mortákom. Aztán hogy jött a tévésorozat, és az, az valahogy engem lenyűgözött. Tehát a, a tény, hogy annak a sorozatnak a végén a gonosz győzött, Uh, akkoriban nekem az volt az első olyan élményem, film élményem, ahol végre nem a jó győzedelmeskedett a rossz fölött, hanem a rossz győzedelmeskedett a jó fölött, és egy olyan fordulat volt, uh, hogy is mondjam így az én lelki életemben, hogy azt a mindenét, és hogy nagyon jól ki volt találva. Az a film is hihetetlenül gagyi volt. Nagyon-nagyon gagyi volt. Aztán később megjelent egy ilyen YouTube sorozatféleség, ami már nagyon komoly a, ilyen alapokat adott a Mortal Kombatot. Nagyon lehozták a realitás talajára, és a karakterek, amik benne voltak, már el elhitted, hogy létezőek lehettek, és természetesen most kivétesen minden színész, aki benne volt ebbe a kis YouTube sorozatba, valódi harcművész volt, mint ahogy például Michael J. White is. És íme elértünk most 2019 egy új Mortal Kombat, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez a játék nem, a játék a sorozat maga időn keresztül valahol veszített az identitásából, veszített abból a különlegességből, amit mostanra tudtam megszeretni, kiélvezni és értékelni, mert gyerekként ugye természetesen nem ütközött a figyelmembe, és az pedig. A dualitása, ami volt a játéknak, és egyben a két legfontosabb dolog, nem legfontosabb, tehát két fontos dolog, ami az emberi természetet, az érzéseinket motiválja, és az pedig a, a szexualitás, amit hordozott a játék, és az erőszak, amit hordozott a játék. És ebben a bemutatóban, ebben a kis eszében fogunk erről is beszélni, és egyben az új. Mortal Kombat bemutatóba, játék bemutatóra, egy véleményről, hogy hogyan látom ennyi év után ezt a sorozatot. Előtt rátérnék arra, ami számotokra a legfontosabb téma, természetesen Kitanának és Milénának a mellei. Beszélgessünk egy kicsit a Mortal Kombat 11-ről, mint játékról, hogy milyen a téma, a, a komplexitása a játéknak és, és, és a többi. Szóval spoiler alert, én szóltam, spoiler alert. Ez a Mortal Kombat 11 egy olyan történetet hozott számunkra, amik kifejezetten jó, érdekes, és az új fő boss, fő ellenség kronika, nagyon ö, jól kitalált szereplő, és egy nagyon jó téma van köré helyezve. Bónuszként ki, ki, ki tudom emelni, hogy az animációk ebben a játékban a legtöbb játékon túltesznek, tehát lát. A karakter animációkon az érzéseket kifejeződni, ami hogy őszinte meglepő egy, egy Mortal Kombat játéktól. Tehát éreztem, hogy súlya van annak, amit mondnak a szereplők is, és, és némi érzések jött ki a karakterek, úgyhogy a színészek nagyon jó munkát csináltak ebből, hogy leanimálják az arcukat. Mortal Kombatot sosem lehetett komolyan venni, mindig is egy ilyen kis vicces történet volt, leszámítva a a játéknak a harcrendszerét, a brutalitását, ami ugye benne van, azt komolyan lehetett venni, de magát a témát, amiről beszélnek benne, és ahogyan jutnak el egyik témáról a másikra, azt igazából sosem lehetett komolyan venni. Úgy érezte, hogy az ember mindig a játék úgy tereli a témát, a történetmesélést, hogy legyen egy okod bunyózni valakit valakivel. Nem azt mondom, hogy ebben a Mortal Kombat 11-ben ez nincs így, de a téma és a sztori vezetést egy következő szintre emelték. Már nem érzed úgy, hogy a sztori úgy vezet téged, hogy muszáj legyen egy harcba belekerülnöd, hanem úgy érzed, hogy minden harcnak megvan a helye, leszámítva egy-kettőn, mint például a két szonja egymással való harcát, meg ilyesmik, szóval Vagyis <coughs> szóval minden harcnak vagy valahogy úgy érzed, hogy helye van, és azért van helye, mert a sztoriban helye van, és úgy kell megtörténnie a történetvezérlés szempontjából. Szóval, <coughs> nagyon jól ki volt találva, bónuszpont a karakter animációkra, és bónuszpont a történetre, és az új ellenfélre, kronikára, bónuszpont a nosztalgiára, amiért ez a történet, ami ebbe a, ebbe a játékban van, visszautal a filmre magára, az első részre, ahol az úgynevezett Shang Tsung még életben volt, ugye, és ahol Liu Kang legyőzte Shang Tsungot. és kiderül, hogy Shang Tsungnak a fia, ugye Kronikának a fia, és Kronika tulajdonképpen vissza akarja állítani a sötétség és a fény egyensúlyát, és emiatt Rédennek el kell tűnnie a történelemből, Sáncunknak újra kell élednie, és ahhoz, hogy balansz legyen a fény és sötétség között, ahhoz a külső világnak és a földvilágnak folyamatosan harcolnia kell egymásnak. És természetesen a fél Kronikának is egy olyan bosszú féleség Réden felett mondhatnám, hogy gagyin van kivitelezve a történet, ugye? És persze természetesen mindenhez egy nagyon jó keveredés folytatódik a múlt és a jövő között. A jövőbéli karakterek összekeverednek a múltbéli karakterekkel, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatot hoztak, vissza a játékba a 90-es évek elejé karakter, illetve öltözködés és design téren egészen valami futurisztikus jövőbéli dizájnnal egyesítve. Nem játszom minden évben. Mortal Kombat-tal, hát a tíze játszottam, de nem minden megjelenéssel játszottam. Nem mondhatom magam egy ősi játékosnak a Mortal Kombatban, és emiatt úgy éreztem, hogy a Mortal Kombat 11 története, single player módja megfelelő volt, és élvezetes, könnyed szórakoztatás volt. Valami olyasmi, amire az ember az elfoglalt minden napjaiba, a le tud ülni, és egy pár óráig ki tud kapcsolni. Ez a Mortal Kombat megadta azt, amire szükségem volt. Ha egyet értesz, dobj el lájkot erre a videóra. Szóval, de nem minden rózsás a játék körül. Természetesen jöttek rá panaszok, és kritikusok sok mindent kiemeltek. Például az egyik dolog, és amit a Netherrealm Studio megígért, hogy változtat az, hogy a játékban túl sokat kell farmolni ahhoz, hogy megszerezd a kívánc kineket, és elérd a kívánt jutalmakat. És itt érnék ki egy bónuszpontra, ami segít elfeledni a, a hatalmas grindot, a hatalmas farmolást, ami a játék mögött van, mert tényleg nagy farmolás van, és ezzel megígértek, hogy változtatnak, és lejjebb hozzák ezt, ezt az egészet, hogy ne kelljen ennyit farmolni. De bónuszpont, hogy a kripta amit most megcsináltak, az a filmben lévő Shang Tsung szigetének ugye a másolata, és egy nagyon-nagyon nosztalgikus hangulat fogott el, amikor például a Gorónak az ebédlőjében uh, lehetett mászkálni veled, mint a karakter. Ugye a kriptában tudod összeszedni a skineket, fel tudsz a jutalmakat, és a többi, és a többi. <kül> és megcsavarták mindezeket, ugye, uh, némi puzzle-ökkel, amit ki kell rakjál ahhoz, hogy különböző szintekről szintekre el tudjál jutni, de elképesztően sokat kell, kell, kell játsz a játékkal ahhoz, hogy ö, fel tudjál oldani mindenféle szkint. Úgyhogy bele lehet vágni, de nagyon ötletes, nagyon jól kivonvitelezve a kripta például. A Tower rendszerben is ugye megkapod a jutalmakat, és ott tudsz összeszedni pénzt, illetve különböző fizető eszközöket ahhoz, hogy a kriptában fel tud oldani a különböző jutalmakat, amiket ugye összetudsz szerintem megoldottál bizonyos puzzle -eket. Szóval le a kalap az összes szerkesztés jó, viszont hatalmas kritika érte a játékot, amiatt, hogy nagyon sokat kell farmolni. Öm, úgyhogy erre készüljetek föl, legalábbis egyelőre, még nem változtatnak öm, az egészen. A másik dolog, ami egy kicsit a röhely tárgyává vált, és megint csak az a gusztustalan dolog, ami a napjaink játékait utoléri, és az pedig az, hogy most már a játék készítők is figyelembe veszik a Social Justice Warrior mozgalmakat, és féltve, féltve őrzik a kreativitási szabadságukat, hogyha valami olyasmit raknak bele a játékba, ami előtt az átlagostól, előtt az unalmastól, és, és a Mortal Kombat először, legalábbis a Mortal Kombat 10 is már egy kicsit, benne volt. A Mortal Kombat 10 óta először a Mortal Kombat elveszítette az egyik legnagyobb identitását. Ebből a szempontból is az az, hogy a Gorfest mellett kifejezte a karaktereknek a szexualitását is. És ez a két dolog, ez a két dolog az, ami hihetetlenül népszerűvé tette annó a Mortal Kombatot. Nem csak a sorozatok a Fatalities, a Brutalities, Babelities, minden lószor, amit bele, nem csak az az, hogy amikor játszottál egy Milénával, Kitanával, Jade-del, kivel azoknak egy olyan rucia volt, ami, kifejezte a nőiességüket. Oké, okay, amikor játszottál egy Keno-val, játszottál egy Jackszel, játszottál uh, akármelyik pasival benne, ugye, ott meg volt izom, izé, mellizom, ki volt, minden meg volt csinálva. Férfiak és nők egyaránt jól néztek ki, szexiek voltak, és ez a mostani Mortal Kombatban, nem tudom észrevettétek-e a játék hevébe, de egyáltalán nincs meg. Kérdésre vonták természetesen a Netherland Studio-t, hogy hogy van ez, és miért hagyták ki a játékból ezt. És a Netherland Studio uh, tudatosan, tehát azt válaszolták, hogy tudatosan kihagyták a játékból azt, hogy szexi, um, hogy is mondjam, ruhaneműk legyenek a hölgyeken, mert hogy ezt a választ figyeljétek meg is, itt a úristen, mert hogy, ezt mondta a ne Nerelem Studio, ezt nyilatkozta, direkt kihagytuk őket, mert hogyha a csatában mész, melyik karakter, vagy melyik kivinne magával egy ilyen szexi, ugye ruhaneműt, és kimutatna meg magából ennyi bőrfelületet, amikor egy bunyóra kerül a sor. Ezzel ellentétben, ha megfigyelitek, például Kéno, az félmeztelen. Bitch, please. Uh, soval, uh, Tudatosan kizárták belőle azt, hogy a nők ugye szexik legyenek, de nem azért, mert, hogy jaj, a csatában nem visszünk. Természetesen azért, mert némi hülye social justice warriorok -ok rögtön felszólaltak volna, hogy szexualizálják a nőket ebben a játékban is, és emiatt ezt a játékot bolykott alá fogják venni. Tudjuk, hogy így van, mert Amerikából jött ez a válasz, tehát az amerikai Netherland Studio-ból jött ez a válasz, ugyanis Amerikába tombol ez a rettenet tehát rettenet kultúra, ahol a nők már annyira el vannak. <coughs> Nem, hagyjuk. Tehát Amerikából jön ez a kultúra sajnos, ez a Social Justice Warrior baromság, ami egyszerűen tönkre teszi és elnyomja az emberi természet alapelveit, tehát alap dolgait mint például a szex, az érzelem, az erőszak. Mi, mi, mind ezek bennünk vannak, nincs értelme tagadni. És az ottani stúdió ezt válaszolta erre a dologra, miközben a japán szekció. Öm, teljesen más válaszolt erre a dologra, eh, hogy őszintejek, és ráadásul most például ugye rengeteg ország van, rengeteg országban van betiltva a játék köztük, idén betiltották Japánban is. De nem azért, mert a karakterek túl vannak szexualizálva, nem. Azért, mert túl brutális a játék. Mindegyik ország ahol betiltották ezt a játékot, egyáltalán nem azért tiltották be, mert hogy a nők vagy a férfiak túl sokat mutatnak magukból. Röhely! 2019-ben így járunk, hogy most már olyan szinten kell változtatni a játékot, hogy minden csoport, minden tábor úgy érezze, hogy ez az ő játéka tud lenni. A Mortal Kombat a felnőtt emberek játéka volt, és itt említem újra vissza, ugye gyerekkorban nem láttam a melleket, meg a fenekeket, meg a semmit, csak az erőszakot, a vért, meg az volt a poén, ugye? És idősebb fejjel realizáltam Mortal Kombat 9. Ugye bár Mortal Kombat 9 elképesztő ruciák voltak a nőknek, és a férfiak is jól néztek ki, bocs, hogy nem tudom annyira ajnározni a férfi kinézetet, érthetően, de az egész játékban megvolt az a két fontos dolog, amiért szeretjük ezt a sorozatot, plusz a fantasztikus harc rendszer, amit kitaláltak annó ennek a játéknak. Úgyhogy ez a mosti Mortal Kombatból hiányzik. De tudjátok mit? Kivételesen nem bánom. Ö, nem hiányzik. Élveztem a játékmenetet, és valóban a játék élvezete ö, számít, és az, hogy hogyan érzem magam a játék közbe, ö, és élveztem ezt a játékot. Nem tűnt fel annyira. Ez, ez, a, ez a dolog, hogy hiányzik a, a nőkről a szexirúc és a férfiak még mindig ilyen. Csak megvan ez a, ez a, ez a különbség, tudjátok, hogyha már a férfiak félmeztelenek a Mortal Kombat 11-be, akkor miért hagyták ki a nőket? Szóval, ha a nőknek joguk van felszólalni, már pedig van joguk van felszólalni az ellen, hogy ne szexualizálják a nőket, ugye, ne, ne, ne csináljanak belőlük szexi dolg egy játékban, akkor nekünk férfiaknak is jogunk van felszólalni azért, hogyha ezt nem teszik a nőkkel, akkor ránk adjanak egy jó kis páncért, ami eltakarja teljes mértékben a testünket, vagyis a karakterek testét a játékban. És ha már ugye a Netherland Studio egy ilyen döntésre jutott ebbe a játékba, akkor, akkor ezt valahogy egy balanszba kellett volna hozni. De természetesen a pénz diktál, a félelem diktál, hogyha kreativitásra kerül a sor. Tehát 2019-ben a, az a játékkészítők, a művészek, akik készítik ezeket a játékokat, a félelem diktálja őket arra, Hogyha kifejezik önmagukat és a valódi valamikkel, akkor nem fogja elfogadni a társadalom őket. A Mortal Kombatnak hatalmas rajongó tábora van, de mindig is egy specifikus rajongó tábora volt. Mindig is egy rétegnyi ember szerette ezt a játékot, hatalmas réteg, de egy zárt burok, aki azt értékelte, ami, ami a Mortal Kombatnak az identitása volt. Nagyszerű harc, Nagyszerű karakterdizájn, beleértve azt, hogy uh, szexi uh, nők és szexi férfiak, és beleértve a brutalitást, amit a játék tudott kínálni. Ezért szerettük ezt a játékot, és ezt nem szabadna feladnia. Ettől függetlenül ez a játék, maga, amit nyújtani tud a játék élvezete korrekt. Az, hogy rengeteget kell farmolni... Hát, akinek nincs ideje, sosem fog eljutni különleges dolgokig ebben a játékban. Nekem, mint egy amatőr casual Mortal Kombat játékosnak, de a sorozat rajongójának, én ezt annyira nem bánom. Végigmentem a játékban az kineken. és nem estem annyira hasra tőle, hogy motiválva érezzem magam, hogy farmoljak. Lehet, hogy később jönnek be valami jobb és újabb dolgok. De nem, nem ez volt. Az volt a lényeg, nekronével leültünk, és egymásnak esztünk, és megvitattuk a problémáinkat. Szóval, ja, ennyi, ennyi lett volna, kis Mortal Kombat, nosztalgia, jövő, ahogy látom a játékot, te hogy látod a játékot? Neked mi hiányzik, vagy épp nem hiányzik a Mortal Kombatból? Megvetted, nem vetted? Miért nem, ha nem vetted meg? Srácok, ennyi lett volna ez a videó. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Juttassátok el másokhoz is ezt a videót. Iratkozzatok föl, a csengő jelecskére nyomjatok rá, kérlek, hogy értesítést kapjatok a videókról. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!